Mondták a faluban, hogy itthon minek jöttél ide? Nem megyek a kórházba. Mi most mit minek jöttél ide? Most a kórházba is lenni, mi között lenne az faluban mondták, nem érdekel. Nem érdekel. A faluban mondták, nem hogy érdekel, minek jöttél ide? Mondta nekem, be, hogy felment budapesti lakásába Győzi, én meg úgy gondoltam, hogy fel kell menni, beszámolni, hogy mi történt ideházat. Jó, jól van, jól van, jól van, jól van. Viszontlátás, hogy kedves uram, mit is látás? Hazamentem. Minek jöttél ide? Mondja, hogy minek jöttél? Mit te ki a balja? Hazamentem. Álljál már, mi minek kell keresni engem? Keresni, szerepeltünk, mint a fürdős. Mire volt ez neked jó? Mire volt ez neked jó? Hogy azt hiszed, hogy nem mondtak, hogy miért, hogy csobbantam, meg langosoztam, meg takarítottam, meg vonatoztam, te hülye gyerek! Téged kerestelek. Mit kerestél te engemet? Jegyet, úgy... Mi az, hogy kerestél engemet? Fogod magad, azt hazamint. Azt tudod, hogy mi volt a kórházban? Mondom, fogod magad... Járvány volt. Nem érdekel, hogy járvány volt. Ha tudni akarod, nem kórházban voltam, hanem Amerikában voltam. Ja, akkor csak te nyaralhatsz. Én nem nyaralhatok. Lementem meglátogatni te, levittem a bőröndömet. Meglepett engem, hogy nem voltak kórházban. Én azt teljes mértékben én úgy voltam, hogy ő teljes kezelés alattal. Hogy ő elutazott és ő nyaralt. Az én kis családom nem volt évek óta nyaralni, ők meg arra nem voltak képesek, hogy küldjenek egy táviratot nekem, vagy most van ez a fénykép, átküldik, hogy nyugodjak meg, nem kezelés alatt állnak, hanem kint nyaralnak, süttetik magukat. Mi volt neked kezelés a szükséged? Nem vagy ki hülye gyerek. Amikor elváltunk egy mást, azt mondtad, mész, hogy megvizsgáltatod magad, meg kikúráltatod magad. De ebédeni? Ebédeni! Ebédeni! Kaja van? Hagyják meg békembe! Hát nem is jöttél reggel szólni, megérkeztél. Most akkor hol töltötted a időtet akkor, ha nem a kórházban? A kórházban egy karantén volt. Nem lehetett bemenni, járvány volt. Hát akkor te nem voltál semmilyen kezelés alatt. Nem, Amerikában voltunk. Amerikában voltam? Igen, voltam. Nagyon jó volt. Az asszonyja nyarányi voltunk, Karkulcson voltunk egész héten. Jó volt. Hol voltam? Melyik országban voltam? Amerikában? Azon belül hol voltam? Zsolti, én nem kérdezlek tőled, hogy te két hét. Hát akkor jó, de a másik embert nem kell kétségbe ejteni, megyek a kórházba. Nem engedtek be, nem kellett volna kétségbe ejteni. Mi van ennyi? Ha meglátod a Péter, én beteg lennék, nem jönni hozzá? Szép, akkor szép testvér vagy. Szép testvér vagy. Na azt is összeszereljem akkor, hogy mi legyen azzal? Zsoltika, ismered azt, hogy hagyd el a házat most? Szép. Hagyd el a hal. Kidobol, megy elből, kidobol, Pestről. Zsoltika, ma rég nem vagyunk egy személy azonos sarkban. Nem akarta, hogy lássam itt, hogy mi történt a budapesti házban. Megértem Győzit. Ugye, hiányzik a redőny is, az asztal széttörve, ki tudja milyen bulit csináltak itt Győziék. Engedték meg száz széttől, csak érjük hazáj, mindent megmondok be Jánnak. Mi történt? De Jana nem akar veled szóba. Nem akar velem szóba. Nem akar velem be a szóba. Mindig baj van? Őt is meg sütalnak Amerikában? Hány fok volt? 40 fok volt. Azért vagy így akkor lézéve. Ezért, bárhol vagyok. A másikat meg kétségbe ejtették. Itt mit vannak ez a szóval? Zsoltika, mert ma a Jézusnak. Hát mit számoljak én be neki? Hát nem izé, nyomozó, vagy a hivatalból az elnök. Álljon ma meg a mene. Ez mosdott majd csak. Ne mosdál meg, Zsoltika, majd a benzinkútban megmosdol. Szervusz. A benzinkút. Szervusz. Benzinkút, szép. Majd a benzinkútban megmosdol. Kibirok én menni a lábamon is, mit izé? Légy szíves, menj ilyen. Kibirok én menni. Mondom, légy szíves, menj ilyen. Kibirok én. Zsolti, ne kiabalok, nem kiabalok, mert most volt a orvos, és azt mondta, hogy most meg kell nyugodni. Jó, valamelyik még pisíni. Pisíts a benzinkút. A pisílok? Nem lehet pisíni. Zsoltika, kutya gyerek vagy. Viszont tartásra légy jó, mint halal. Jó, van, még ebédet nem adtam. Szia, kicsi. Szia, haza még bejárt mindent megmondom. De bejárt nem. Teljes izé van itt. Hát legyen. Itt bulik vannak, bulik helyén. Csak ma be a nem arra, nem hisz van neked. Miért nem hisz? Dobom neki az SMS-t. Nem kell ma be a SMS-t. Még egyszer utalam, ne nyomozzon, jó? Még nyomozzon. Mert nem vagy te nyomozó. Reggel ott voltam. Szia, jó éjszaka. Jó éjszaka. Hazamegyek, egyből Beana fogok jelentkezni, és mindent ki fogok árulni, hogy mi történt a budapesti ingatlanban. Mert itt bulik vannak, szana szét van minden törve. Tud erről Bea? Nem. Egyre jobban elkap a panikra, egyre erősebb, és mikor elkapja a torkomot, ott szorítanak, nem tudok belőle kimenni. Hogy mondjam, hiába magyarázom el embereknek, aki már benne volt, az megérti. Jó gyereke, most a Jóst, jó megbüntetett azért, hogy kidobtam őt. Jaj, Dik. Jaj.